Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, én Bagdi Bella vagyok, a Pozitív Pedagógia és Nevelés Program és a Boldogság Óra Program vezetője, és én az erősségeidről, erősségeinkről szeretnék mesélni neked ebben az előadásomban. Egy Paul Éluárd idézettel szeretném kezdeni, ami így szól, létezik egy másik világ éppen ebben. Annyira kifejező számomra ez az idézet, de hogy tényleg mennyire fantasztikus és mennyire föltárja, hogy itt ebben a világunkban igenis van lehetőségünk felfedezni, meglátni egy egészen más világot. Egy jobb, egy értelemmel telibb világot, amiben az erősségeinket is képesek vagyunk felfedezni és meglátni. Gyakran nem látjuk ezt a másik világot, és ennek a másik világnak ugye a nagy része az erősségeink világa, amelyből annyi jó származik, és amelynek annyi mindent köszönhetünk, és amelynek következtében egészen másképpen kezdjük el látni mind önmagunkat és a környezetünkben lévőket, és azokat a tapasztalatokat, amelyeken átmegyünk. Szóval arra hívlak téged, hogy tarts velem ebbe a másik világba, amelyben az erősségeidet föl fogod tudni fedezni. Van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Kezdem a jó hírrel. A jó hír az, hogy hozzáférésed van ehhez a belső erőforrásodhoz, amelyeken keresztül az erősségeidhez hozzá tudsz férni, amelyeknek köszönhetően képes vagy megváltoztatni a munkádat, a kapcsolataidat, az egészségi állapotodat olyan pozitív módokon, amelyeket eddig talán el sem tudtál képzelni. Természetünknél fogva az erősségeink feltöltenek energiával, növelik a hatékonyságunkat és fokozzák az önbizalom, önbecsülés szintünket. A rossz hír viszont az, hogyha olyan vagy, mint a legtöbb ember, akkor még csak tudatásban sem vagy, hogy melyek is ezek a belső erőforrásaid, éppen ezért ki sem tudod használni őket, nem tudod a javadra fordítani őket. Az én célom az, hogy most egy betekintést nyújtsak ezekbe a belső erőforrásaidban. Na de először kezdjük a miérteddel, hogy mi is a te nagy miérted. Simon Sineknek az aranykörét hoznám ide be. Ő volt az, aki rámutatott arra, hogy minden ember tisztában van azzal, hogy mit csinál. Ugye? Tehát én például most beszélek hozzád, te itt vagy, hallgatsz engem. Tehát, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk. De csak néhányan tudják azt, hogy hogyan csinálják azt úgy, hogy hatékonyak legyenek benne, eredményesek legyenek benne. És csak nagyon-nagyon kevesen tudják arra a választ, hogy miért csinálják azt, amit csinálnak. És egyáltalán mi a nagy miértünk a mi életünkben, az a hajtóerő, ami arra ösztönöz bennünket, hogy elérjük a céljainkat. Egy kicsi önvizsgálatra hívlak most el téged, hogy mit gondolsz, hogy neked most a jelenlegi életszakaszodban mi a nagy miérted? Például talán a nehézségekkel, a stresszel való hatékonyabb megküzdés, talán a munkában való jobb teljesítmény elérése, nagyobb sikerek megteremtése, talán egy jobb fizikai állapot elérése, talán a depresszió, szorongás leküzdése, munkában való kiteljesülés, vagy nagyobb esély a kapcsolataid jobb áttételére. Bármi is legyen a miérted, kérdem én, hogy hogyan érheti el a pozitív eredmények bármelyikét valaki az erősségei nélkül? A válasz az, hogy sehogy. Az erősségeink olyanok, mint a személyiségünknek az angyalai, akiknek az a küldetésük, hogy szolgáljanak bennünket a kívánt létállapot megteremtésében. Több mint 500 kutatást végeztek egyébként az erősségeink
témájával kapcsolatban, és nagyon izgalmas eredmények láttak napvilágot. Például 9-szer boldogabbak azok az emberek, akik tudatában vannak az erősségeiknek. Szóval gondolj csak el, hogy pusztán az a tény, hogy tisztában vagy azzal, hogy milyen erősségekkel rendelkezel, képes megnövelni a boldogság szintedet. Ugyanakkor 18-szor boldogabbak azok az emberek, akik használják is őket. Szóval az én előadásomnak a lényege, hogy segítsen felfedezni az erősségeidet, hogy egyáltalán mik azok az erősségeid, és aztán a használatukhoz adjak egy nagyon rövid kicsi ízelítőt. Fontos, hogy az erősségeinkkel való életépítés, az erősségfókuszú életépítést két dimenzióban érdemes látni, hogy hogyan tudnak bennünket, hogyan tudnak téged segíteni az erősségek, hogy a lehető legjobbat hozd ki magadból és az életedből. Az egyik dimenzió az a jólléted növelése, a boldogság szinted növelésében tudnak segíteni az erősségeid. Például, hogyan alakíts ki több pozitív kapcsolatot, vagy hogyan legyél egészségesebb, hogyan találj több értelmet és örömet az életedben, hogyan növeld a pozitív tapasztalatok mennyiségét az életedben. Jó, tehát, hogy ez az egyik nagyon fontos faktor, amiben az erősségeid téged támogatni tudnak. Viszont ott van a másik dimenzió, ez a dimenzió pedig a nehézségekkel való megküzdés. Hogy ebben is tudnak téged támogatni az erősségeid a nehézségek idején, hogy például segítenek felülemelkedni a problémákon, segít rendezni a kapcsolati konfliktusaidat. Egy szóval segítenek a szenvedések és a kihívások idején is, hogyha belegondolunk a jelenlegi élethelyzetünkbe, ebben az időszakban a koronavírus által nagyon sok nehézséggel kell megküzdenünk mindannyiunknak, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a fizikai immunrendszer erősítése mellett a mentális immunrendszerünknek is az erősítése. És ehhez is egy nagyon jó csatorna az erősségeiddel való gyakorlatok, és hát a mindennapi életbe való integrálása. Na de mielőtt még fölfedem, hogy melyek is ezek az erősségeid, amelyek most is ott vannak benned, és amelyek tényleg arra várnak, hogy itt segíthessenek és támogathassanak téged az utad során, először is szeretném fölfedni, hogy egyáltalán mit is nevezünk erősségeknek. Több mint 7 milliárd ember él ezen a bolygón, és minden embernek az új lenyomatunkhoz hasonlóan, vagy az aláírásunkhoz hasonlóan egyedi jelleme, egyedi karaktere van. És az emberi jellem az 24 különböző, speciális, alapvető elemből tevődik össze. És ezeket a jellembeli erősségeket hívják a pozitív pszichológia kutatói karaktererősségeknek. Hát gyakorlatilag a karaktererősségeink a személyiségünk legjobb részei, vagyis a te karaktererősségeid mindazok az elemek, amelyek a legjobbak benned, a legjobb részeid, amelyek segítenek téged a jó élet, segítenek egy értelmes élet és egy eredményes élet felépítésében. Na most itt van egy táblázat, amiben meg tudom neked mutatni, hogy melyek ezek az erősségek, ugye 24 karaktererősséget definiáltak a pozitív pszichológiának a kutatói, és azt érdemes tudni erről a 24 erősségről, hogy minden emberben megtalálhatóak, tehát benned is, bennem is, és mindenkiben, tehát kortól, nemtől, vallástól függetlenül mindannyiunkban jelen vannak. És mindet lehet alkalmazni, mind a munkahelyünkön, a családi életünkbe, a közösségi életünkbe, vagyis ezek a karakter erősségeink része az identitásunknak, része annak, aki te vagy. Ezek az erősségek fejezik ki a legjobban azt, hogy ki vagy te valójában.
Szerintem egy fantasztikus lehetőség arra, hogy az ember még közelebb kerülhessen önmagához, hiszen ezeknek az erősségeknek a felfedezése és a működésemben való felfedése, tetten érése egészen új önismeretet ad. Hogy ki is vagyok én valójában, és milyen belső erőforrásaim vannak arra, hogy egyfelől egy olyan életet építsek magamnak, amilyet igazán szeretnék, ami számomra egy értelmes élet, másfelől pedig az utamon való haladáson olyan támogató erőt jelentenek, amelyek segítenek a megküzdésben. És igen, amit még nagyon szeretnék elmondani, hogy érdemes azzal tisztában lenni, hogy ezek az erősségek különböznek a más típusú erősségektől. Itt mindjárt mutatok egy új ábrát ezzel kapcsolatban, tehát mint látható, különböznek a tehetségtől, szakképzettségtől, érdeklődési köröktől és az erőforrás erősségeitől. Ugye a tehetségek azok az erősségeink, amelyek a velünk született képességeink, mint például zenei képesség vagy sport tehetség. És sokszor találkozom olyan emberekkel, akik úgy ítélik meg, hogy ők nem rendelkeznek semmilyen tehetséggel, és olyan hipotézist fogalmaznak meg, hogy hát akkor ők nem is értékesek, nincs bennük semmi értékes, semmi hasznos dolog. Pedig ez nagyon nem így van, hiszen az erősségek térképén a tehetség az csupán egy dimenzió, de még mindig vannak olyan erőforrások, olyan belső erőforrások, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kiteljesíthessük a bennünk lévő legjobbat. Ott van a szakképzettség. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos erőforrás, mert a szakképzettséget erőfeszítés során tudjuk elérni. Ugye, tehát amikor megtanulunk valamilyen szakmát, és gyakorlat által egyre jobbá válunk benne, ez teljesen független a tehetségtől, de a szakképzettség során igenis van lehetőségünk arra, hogy egy bizonyos területen a legjobbak közé kerüljünk. Akkor ott van az érdeklődési kör, ez is nagyon-nagyon fontos erősség, hogy melyek azok a területek, amelyek a te örömforrásaidat jelentik, hogy mi a te érdeklődési köröd, hogy lehet, hogy főzni imádsz, lehet, hogy a gyerekekkel együtt lenni imádsz. Én például az én életemet meghatározó szenvedélyem az a zene, a zenében való kiteljesedés, a zenén keresztül való önkifejezés. És mindenkinek van ilyen területe, és érdemes ezekre úgy tekinteni, hogy mennyire fontos, hogy ha figyelmedet van, ami lelkesíti, akkor érdemes ezekre több időt szánni, és egyre többet foglalkozni ezekkel a tevékenységekkel, hiszen nagyon fontos örömforrásaink. És akkor ott vannak az erőforrások. Az erőforrások az egyetlen olyan erősségek, amelyek külső, tehát rajtunk kívülálló erősségek, amelyek kívülről jönnek, ilyenek például a szociális kapcsolataid, a támogatottságaid, emberek, akik téged tudnak támogatni és segíteni az utadon. Na most a karakter erősségeid része ugye annak, aki vagy, de a többi erősség kategóriának is a hajtó erői. Tehát gondolj csak bele, hogy ugye itt, ahogy láthattuk a táblázatban, hogy például ott van a remény erőssége, hogy sokszor a remény erősségét használjuk ahhoz, hogy egy új szaktudást elsajátítsunk és fejlődjünk benne, hiszen ugye nem hinnénk abban, hogy ezen a területen eredményeket érhetünk el, akkor nem lenne, ami motiváljon bennünket, hogy miért fejlődjünk benne. Vagy amikor valaki a tehetségét akarja fejleszteni, akkor igenis használnia kell a kitartás erősségét, vagy az önszabályozás erősségét, amelyek nélkül ugye nem tudnánk elérni azokat a célokat, amelyeket szeretnénk a jövőben megteremteni.
Hát az a helyzet, hogy magyar nyelven nagyon-nagyon kevés irodalom érhető el az erősségpszichológia témájában is, annál kevesebb gyakorlati útmutató. Januárban fog elsőként megjelenni egy olyan átfogó gyakorlati eszköztár, az erősségfókuszú életvezetés könyvem és a hozzá kapcsolódó benned rejlő erősségek fejlesztő kártyajáték, amely több mint 144 gyakorlattal szeretne támogatni téged a mindennapi életben, hogy hogyan és milyen utakon tudod felfedezni, tudatosítani az erősségeidet, és milyen utakon és módokon van lehetőséged gyakorolni, használni, fejleszteni őket. Szóval fontos, hogy mind a 24 erősség számít, de természetesen egy ember sem képes ezt a 24 erősséget egyforma intenzitással, magas intenzitással művelni és alkalmazni őket. Ezért is mondják a pozitív pszichológia kutatói, hogy minden emberre jellemző, vagy minden embert leginkább 5-6-7 erősség határoz meg, amelyeket így használunk a mindennapi életben, de annyira természetesek a számunkra, hogy észre se vesszük őket, és nem is gondolunk rá erősségeinként, mert azt gondoljuk, hogy ez természetes, hogy én ilyen vagyok. Mondok egy példát, hogy itt van a kedvesség erőssége. Hogyha benned nagyon fejlett ez az erősség és a szolgálat, hogy másokon segíteni, másoknak adni, akkor erre nem fogsz úgy gondolni, hogy igen, neked ez egy erősséget, hanem hát engem erre neveltek, hát hogyha valakin segíthetünk, akkor az csak természetes, hogy segítünk rajta, de mégis érdemes tudatosítani, hogy de honnan jön az az erő belőlem, hogy én adni tudjak valaki másnak. És már pusztán az, hogy az ember fölismeri, hogy melyek azok a belső erők, amelyekhez nyúlni tud, amivel a legjobbá tud válni az élete során, azt gondolom, hogy nagy mértékben hozzá tud járulni nem csak a jólétünk növeléséhez, de még az önbecsülésünk erősítéséhez is. Szóval a karaktererősségek, ugye, mint mondtam, segítenek a legtöbbet kihozni a többi erősség kategóriából, na de egy fontos kérdést szeretnék megválaszolni neked, hogy miért érdemes az erősségeidre fókuszálni. Hát én 3 indokot szeretnék az erősségeiddel való tudatos önfejlesztés mellett felhozni. Az első tudományos megállapítás az az, hogy a rosszabb erősebb a jónál. Rengeteg kutatást készítettek már erről, ami azt bizonyítja, hogy hát sajnos az a helyzet, hogy a rosszabb erősebb a jónál. Ami azt jelenti, hogy az agyunknak van egy negatív irányultsága, aminek persze van egy pozitív evolúciós magyarázata, azáltal, hogy annak érdekében, hogy életben maradjunk, a túlélés érdekében ezerszer inkább fókuszáltak az őseink mindenféle negatív jelzésre a túlélés érdekében. Ugye például, hogy az őseink azt gondolták, hogy ott van a tigris a bokorban, miközben ugye nem volt ott, hát ez ugye ez egy tévedés. De hogyha azt gondolták, hogy nincs ott a tigris a bokorban, miközben a tigris az ott volt, ez az életükbe is kerülhetett. Éppen ezért ezerszer inkább azt gondolták minden egyes vadászatkor, hogy ott van a tigris a bokorban, és azok az agyi áramköreink, amelyek a negatív tapasztalatok feldolgozásáért felelősek, sokkal többet lettek dolgoztatva, mint azok az agyi áramkörök, amelyek a pozitív tapasztalatok feldolgozásáért felelősek. Ugye, tehát egy két külön agyi áramkör dolgozza föl a pozitív és a negatív tapasztalatokat. Szóval az a helyzet, hogy a betegség nagyobb befolyása van ránk, mint az egészség, a rossz kapcsolatok jobban hatnak ránk, mint a jó kapcsolataink, és az építő jellegű kritikák kevésbé hatnak meg bennünket, mint a negatív visszajelzések. Például, hogyha a munkád során elkészülsz egy projekteddel is, 9-en megdicsérnek, de van egy valaki, aki valamilyen kritikai hozzászólást
Persze a munkádhoz az az egyetlen egy negatív kritika elsöpri, mint a 9 pozitív visszajelzést, és azzal fogsz foglalkozni, hogy azt a negatívat kijavítsd. És ez annyira érdekes, ugye, tehát hogy én számtalanszor előadóként így megtapasztaltam már, hogy mondjuk ott van a közönség, és hogyha van egy valaki, aki így ülött elől, akkor azért az egyért éneklek, hogy fölhozzam őt, hogy mit tehetek azért, hogy ő jól érezze magát. Ugye főleg régebben voltak ilyen irányultságaim, hogy ez mindannyiunkkal így van, hogy a negatív az egyszerűen elsodorja a figyelmünket és magával ránt. A másik tudományos megállapítás, hogy a negatív sokkal gyorsabban terjed, mint a pozitív, és egy ördögi kört hoz létre. Ugye? Tehát itt például van egy negatív gondolatom, mondjuk magammal kapcsolatban, hogy jaj, mennyire, úristen, valami hülyeséget mondtam, ami egy negatív érzelmet teremt, a negatív érzelem egy negatív cselekedethez vezet bennünket, a negatív cselekedet következményeként újra előjönnek újabb negatív gondolatok, melyek negatív érzelmeket teremtenek, a negatív érzelmek további negatív gondolatokat szülnek, és egyszerűen belesodródunk egy ilyen lefele ívelő spirálba, ugye, amit ördögi körnek nevezünk, és nagyon nehéz belőle kijönni, és nem beszélve arról, hogy mivel negatív cselekedetekhez vezetnek bennünket, nagyon nehéz ugye ezeket a negatív cselekedeteket, amikor már negatív szokásokká válnak, kijönni belőle. És a harmadik tudományos megállapítást, amit szeretnék fölhozni az erősségekkel való önmunka mellett, az pedig így szól, hogy hát arra vagyunk szocializálva, hogy a gyengeségeinkre fókuszálunk az erősségeink helyett. Az a helyzet, hogy egy ilyen kultúrában nőttünk föl, senkit nem tudunk hibáztatni érte, sem magunkat, sem a szüleinket, mert generációkon keresztül ezt hozzuk magunkkal. Ugye, tehát, hogy egyszerűen sokkal inkább azt veszük észre, hogy miben nem vagyok jó. Tehát nincs még egy ember, akivel olyan rosszul bánnánk, mint magunkkal. Hogy mi mennyire nem vagyunk jók másokhoz képest, mindig másokhoz hasonlítjuk magunkat, és ez egy nagyon-nagyon öngyötrő folyamat. Mert hogy azt sokkal inkább az emberek föl tudják sorolni, hogy mi az, ami nem tetszik magamban. De hogyha azt kérdezném meg tőled, hogy mi az, ami jó benned, tudnál-e rá válaszolni? Ezért is tartom egy csodálatos lehetőségnek az önfejlesztésben, a személyiségfejlesztésben, az erősségekkel való dolgozást, mert egy egészen új világot tár föl a számunkra, mind magunkkal kapcsolatban is, mind a körülöttünk lévő világgal kapcsolatban, mint hogy a Paul Éluárt idézettel kezdtem, hogy létezik egy világ éppen ebben. És hogy ezt a másik világot az erősségeink lencséjén keresztül képesek vagyunk meglátni és fölfedezni a magunk számára. Na de szeretném hangsúlyozni, hogy nem az a cél, hogy a negatívat kitöröljük az életünkből, jó? Tehát, hogy ez nem egy jó cél, hanem a cél az, hogy egyensúlyt teremtsünk. Szóval a probléma ott van, hogy nagyon nagy az eltolódás a negativitás irányába. Itt van például Barbara Fredrickson, a pozitív érzelmek világhírű kutatója, aki a kutatási eredményeit közzétéve arra hívja föl a figyelmet, hogy ahhoz, hogy elmondhassuk, hogy pozitív érzelmi jólétben élünk, legalább 3-szor több pozitív tapasztalatnak kell jelen lennie az életünkben egy adott időszakra vonatkoztatva, mint negatívnak. Tehát ez az alsó küszöbe a pozitív érzelmi jólétünknek. Ez alatt már egy negatív spirálba kerülünk bele. És természetesen ezt a 3-1 arányt, ezt képesek vagyunk még növelni 4-1 arányra, 5-1 arányra. Természetesen ennek is megvan a felső küszöbe. Ugye itt a boldogság szint emelésénél mindig egy kérdés, hogy meddig növelhetjük a boldogság szintünket. Tehát, hogy ennek is van egy felső plafonja, de hogy mi az az optimális zóna. Tehát, hogy a cél mindig az, és szerintem ez mindig a legfontosabb kérdés, hogy hogyan tudom növelni egyik oldalról a pozitív érzelmek mennyiségét az életembe, és hogyan tudom másik oldalon csökkenteni a negatív tapasztalatok mennyiségét az életembe. És akkor vagyunk jól, hogyha ennek a mérlege a pozitivitás javára, bocsánat, a pozitivitás javára sokkal erősebb és sokkal hangsúlyosabb az életünkben.
Na, tehát, hogy így kell az erősségeinkre nézni, hogy ők abban is tudnak támogatni téged, hogy a jól léted erősíteni és a negatív tapasztalatokat csökkenteni. Azt gondolom, hogy aki ismeri a szorongás tapasztalatait, a pánik zavar, a depresszió zavar tapasztalatait, mindenféleképpen egy nagyon fontos fölhívás, meg az erős stressz hatásokkal való megküzdésnek a tapasztalatait, hogy egy fontos felhívás, hogy az erősségeink olyan belső erőforrásaink, amelyek segítenek a megküzdésben. És itt fontos megemlíteni és behozni a szemléletmódot. Dr. Carol Dweck, Stanfordi professzornak a kutatási eredményére gondolok, hogy ugye ő volt az, aki nagyon fölkeltette az érdeklődését, hogy miért van az, hogy bizonyos gyerekek, és ez természetesen felnőttekre is vonatkozik, hogy képesek magukból a legtöbbet kihozni, a bennük lévő potenciált maximalizálni, míg más gyerekek magukhoz képest alul teljesítenek. És hogy ő a szemléletmódban találta különbséget, kétféle szemléletmódot azonosított, a rögzült szemléletűeket és a fejlődési szemléletűeket. A fejlődési szemléletűekre az jellemző, hogy mindenben a tanulás, a fejlődés lehetőségét keresik, az intelligenciára, a tehetségre úgy tekintenek, ami fejleszthető, és ezzel szemben a rögzültek pedig úgy tekintenek, hogy ezeken nem lehet változtatni. Ugye? Tehát, hogy születünk egy adott csomaggal, egy ilyen belső személyiség csomaggal, és a rögzült szemléletűek úgy vannak vele, hogy hát ez dobta a gép, és hogy ebből kell gazdálkodni. És ennek az is a következménye, hogy egy állandó bizonyítási kényszer van bennünk. Tehát, hogyha így gondolunk magunkra, hogy nincs lehetőségem arra, hogy fejlődjek, változzak a személyiségemben, a karakteremben, akkor nekem ezzel a puttonyommal kell bebizonyítanom az embereknek, hogy én értékes vagyok és jó vagyok, és hogy hasznos vagyok. Míg a fejlődési szemléletűek, és éppen ezért például a rögzült szemléletűeknek a kritika, a kudarc egy végzetes tapasztalatot jelent. Igen, tehát hogy például azok az emberek, akik állandóan védekeznek, vagy éppen támadnak, sokszor a rögzültség tetten érhető bennük, míg ezzel szemben a fejlődési szemléletűek egy kritikában mindig azt keresik, hogy oké, mi az, amit érdemes ebből meghallani és változtatni a dolgokon, vagy egy kudarcban, hogy mit tanulhatok, mit fejlődhetek, hogyan szolgálhat ez a tapasztalat engem az én utam során, hogy előbbre jussak. Nem tudom, hogy mennyire tudom azt átadni neked, hogy mennyire fontos ebben is önvizsgálatot tartani, hogy milyen szemléletmóddal élem az életemet, de a jó hír az, hogy változtathatunk a szemléletmódunkon. Például a gyerekeknél azért is fontos, még a jellem formálásának az időszakában segíteni őket, hiszen nagyon-nagyon nagyban hozzájárulunk, akár szülőként, akár pedagógusként ahhoz, hogy sokkal többet hozzanak ki magukból, mind az iskolában és mind a versenypályán. Na de hogy ugye felnőtt korunkban is ugyanez a lehetőségünk megvan, ugye a neurológusoknak köszönhetően egy paradigmaváltás történt az agyunkkal kapcsolatban, hogy a felnőtté válással az agyunk az nem egy fixen fejünkbe vasalt struktúra, hanem életünk végéig dinamikusan változó struktúra, ami azt jelenti, hogy minden tapasztalat hatására változunk, és személyiségünk, amíg az életünk tart, addig a személyiségünk is folyamatosan fejlődik és változik, és hogy érdemes ezt egy lehetőségként gondolni erre, hogy legyünk bárhány évesek tényleg, szóval, hogy még az időskornak is megvannak a fejlődési lehetőségei, és megvan a lehetőség arra, hogy egy sikeres időskort teremtsünk magunknak.
Ugyanúgy én azt gondolom, hogy minden életszakasznak megvan a lehetősége, vagy lehetőséget kínál a számunkra arra, hogy kiteljesedhessünk, a lehető legjobbat tudjuk kihozni belőle. Tényleg így fiatal, gyermekkortól, fiatalkoron át, felnőttségen és az időskorig számtalan lehetőségünk van, amiben az erősségeink a legnagyobb támogatóink. Szóval ezt csak azért mondtam el, mert érdekes, hogy így nagyon sok ember úgy gondol az erősségeire, hogy például mondok egy példát, a kitartás. Hogy annyi érdekes beszélgetésem volt emberekkel, ó, hát én nem vagyok kitartó. Minek is belekezdeni, hiszen úgysem fogok kitartani benne. És hát ez egy nagyon nagy tévedés, ez a rögzült szemléletűeknek a hitrendszere. Mert a kitartás is egy erősségünk, és igenis a kutatások fölhívják a figyelmünket arra, hogy az erősségeink fejleszthetőek, olyanok, mint az izmaink. Hogy amikor elmegyünk az edzőterembe, és elkezdünk edzeni, nem tudom, a karizmunkra, akkor az elkezd így erősödni. De ugyanígy erősíteni tudjuk az erősségeinket a használat révén, azáltal, hogy elkezdjük használni, és azt fogjuk érezni, hogy például mondjuk, ha a kitartás erősségénél vagyunk, hogy pici apró dolgokban ugye célokat tűz ki az ember, és tudatosítja azt, hogy na, ezt megcsináltam, ezt végigcsináltam, akkor ezért fontos az, hogy mikor mondtam, hogy 9-szer boldogabbak azok az emberek, akik tudatában vannak az erősségeiknek, hogy tudatában lenni az élet apró működésében is, a hétköznapi működéseinkben is, amikor ugye van olyan nap, hogy mind a 24 erősségeinket használjuk, csak nem vagyunk tudatában. Például az, hogy itt vagy, és most hallgatsz engem, és nézed ezt az előadást. Ez is feltételezi például, hogy használod a kedvesség erősségét, az önmagaddal való kedvesség erősségét, hiszen az, hogy itt ülsz, és időt szentelsz az önismeretedre, az önfejlődésedre, ez azt is feltételezi, hogy kedvesen bánsz magaddal. Vagy az önszabályozás erősségét. Feltételezem, hogy van ruha rajtad, és úgy nézel engem, szóval az is kell az önszabályozás erősség, hogy az ember felöltözzön, tisztálkodjon, étkezzen. Tehát, hogy a kitartás erőssége, ha végig fogod nézni például az előadásomat, akkor ugye ez a kitartás erősségét műveled közben benne. Tehát, hogy csak nem tudjuk megfogalmazni, mert nem vagyunk a tudatában, de már elmondtam három olyan erősséget, amelyek most itt aktivizálódnak benned, és hogy segítenek a mindennapi jólléted megteremtésében. Na, de a legfontosabb kérdés ugye a hogyan. Tehát, hogy hogyan tudsz az erősségeiddel dolgozni, hogyan tudsz az erősségeiddel fejlődni, hogyan tudod az erősségeidet kiaknázni az életedben való kiteljesedéshez, és a megküzdés, a nehéz időkben való megküzdéshez. Na hát én itt egy három lépésből álló modellt mutatok most meg neked. Az egyik az, hogy nagyon fontos az erősség tudatosítása, tehát hogy megnevezni egy erősségedet, ugye abból a 24 erősség táblázatból, amit megmutattam, és gyakorlatilag, tehát ez ugye a tudatosítás, felfedezés és alkalmazás modell, dr. Ryan Nimick modelljét láthatod, és amikor megnevezel egy erősségedet, akkor például itt van a kedvesség. Ugye, tehát a kedvességnek több dimenziója is van, ugye önmagaddal való kedvesség, másokkal való kedvesség, másoknak való segítség, mint a gondoskodás, együttérzés, empátia. Hogyan használtad ezt az erősségedet, és mikor? Tehát, hogy először is a múltban keresni olyan tapasztalatot, amiben felfedezhető ez az adott erősség. Ez ugye a múlt, és másik pedig a jövő irányultság, hogy válassz egy módot, ahogyan a jövőben alkalmazni fogod ezt az erősséget, és ezt érdemes meghatározni, hogy hol, mikor, tehát hogy megtervezni, hogy hogyan fogsz ezzel az erősségeddel tudatosan kapcsolódni. Ugye, tehát Lea Waters volt az, nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy úgy elképzelni az erősségeket magunkban, mint egy kapcsolót, hogy mint amikor a villanyt fölkapcsoljuk, hogy kapcsolt föl
az erősségeit, kapcsolóját. Tehát a haláltáborokat túlélő zsidókat vizsgáltak, hogy mi a különbség azok között, az emberek között, akik traumatikus élményeket éltek át, és mégis virágoznak, ki tudtak teljesedni az életükben, és azok között, akik összeroppantak, és nem tudtak belőle fölépülni. És egyszerűen hogy azt fedezték föl, hogy sokkal jobban hozzá tudtak férni azok az emberek a belső védő faktoraikhoz. Sokkal jobban meg tudtak küzdeni az élet kihívásaival. És hogy ebben nagyon-nagyon tudja segíteni az embereket, amikor egy magasabb rendű értelmet keresünk a tapasztalatokban. Ugye Frank Viktor, aki elvesztette a édesapját, édesanyját, a terhes feleségét, a testvérét az auschwitzi haláltáborban egyetlen túlélőként, azt hajtotta, hogy egy olyan magasabb rendű értelmet keresett, hogy neki túl kell élnie ezt a tábort, mert el kell mondani az embereknek, hogy itt mi történt, és hogy mind ment át. És ugye ő hozta létre a logoterápiát, az értelemterápiát, amit én nagyon hatékony módszernek találok, hogy például benne vagyunk egy krízisben, benne vagyunk egy nehézségben, egy nehéz tapasztalatban, ami kikerülhetetlen, tehát hogy a szenvedés az élet természetes velejárója, de mégis van egy kérdés. És talán ezzel is zárom az előadásomat, és ez egy nagyon fontos útra való kérdés, hogy hogyan szolgál mindez engem. És hogy ezt a magasabb rendű értelmet megtalálni ebben az időszakban is. Én azt kívánom, hogy találd meg ezt a magasabb rendű értelmet ebben a nehéz időszakban, és ezen túl is, hiszen a kihívások, a megpróbáltatások életünk végéig elkísérnek, de a kérdés az, hogy ezekben az időszakokban mennyire tudsz hozzáférni a benned lévő erősségeiddel, és ugyanakkor azt is kívánom, hogy az erősségeid használata révén egyre több örömhöz, egyre több pozitív tapasztalathoz juss, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, hogy az életünkben lássuk annak a lehetőségét, hogy mindennünk adott ahhoz, mindened megvan ahhoz, hogy növelni tud a jól létedet, a jól létszintedet, a pozitivitást, és hogy csökkensd a negativitás arányát, mely szolgálja mind az érzelmi, pszichológiai, biológiai és spirituális jól létedet. Vigyázz nagyon magadra! Remélem, hogy felkeltettem az érdeklődésedet az erősségek világa iránt, és azzal kezdtem az előadásomat, hogy létezik egy másik világ éppen ebben. Hogyha szeretnéd még folytatni, akkor az erősségfókuszú könyvem és a januárban fog megjelenni, és a hozzá kapcsolódó benned rejlő erősségek fejlesztő kártyákkal folytathatod az erősségeid felfedezését, és az erősségekkel való önfejlődést, önfejlesztést és életépítést. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem, hogy tudtam adni olyan lelki tartalékokat, amelyek az elkövetkezendő időszakodban inspirálóak és megerősítő gondolatok, útvezetők lesznek. Szia! Jobb veled a világ!